Közélet, kultúra, hit és sport. Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Heti Krónika című közéleti magazin műsorunkat láthatják, melyen minden pénteken 18 óra 7 perckor jelentkezünk. Nézzük mai témáinkat. Testületi döntések. Művészet és játék. Kiállítás a Mank galériában. Rock'n'roll party Budakalászon. Városunk képviselőtestülete leporolt egy régi rendeletet, mely az önkormányzat és a lakosság útépítési együttműködéséről szólt. A rendelet egy kicsit átdolgozva a július 26-ai ülésen került a képviselők elé. Az elmúlt testületi ülésen tárgyalta a képviselőtestület az útépítési együttműködésről szóló önkormányzati rendeletet. Ennek célja az, hogy Pomázváros közigazgatási területén az útépítések fejlesztési költségeit az önkormányzat az érintett ingatlanok tulajdonosaival megossza. A tervezet tartalmazza, hogy amennyiben az ingatlan tulajdonosok több mint kétharmada részt vesz az útépítésben, az önkormányzat kötelezheti az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére azon ingatlan tulajdonosokat, akik a helyi közút használatában érdekeltek, de az útépítésben nem vettek részt, illetve vagyoni hozzájárulást nem vállaltak. A tervezett tárgyalásakor a képviselők részéről felmerült, hogy az önkormányzat 20%-os hozzájárulását 50%-ra emeljék. Ez a 3/4, 2/3, illetőleg mennyi legyen az önkormányzat által maximálisan vállalható támogatásnak a mértéke. Elmondtam a bizottsági ülésen is, és természetesen azt, hogy ez politikai döntés egyértelműen. Szakmailag én annyival kívánnék mégis érvelni az alacsonyabb százalék mellett, mert abban az esetben, hogyha ilyen beruházás valósul meg, akkor az önkormányzatnak nem csak a saját vállalt támogatási részét kell megfinanszíroznia, hanem meg kell finanszíroznia azoknak a érdekeltségi hányat tulajdonosoknak a befizetését is, akik egyébként önként nem vállalkoztak erre, és nem fizették be az rájuk eső hozzájárulási mértéket a beruházás megindulásáig. Tehát ha ezt így összeadogatjuk, akkor ez azt jelenti, hogy az önkormányzatnak helyből egy 20%-os önrészvállalás, saját részvállalása mellett is legalább a beruházás értékének 50%-át bele kell tennie ebbe a beruházásba, azzal, hogy majd a későbbiek során ebből kap vissza az utólag behajtott érdekeltségi hozzájárulásokból. Én úgy értelmezem, hogy továbbra is megmarad a 100%-os önkormányzati építési utaknak is a lehetősége. Tehát ez nem jelenti azt, hogy minden útépítésnél lakosságnak kell 80%-ot fizetni, és az önkormányzat csak 20-at fizet. Itt csupán már elkészítettük, meg is jelent és olvasható annak az utca besorolásnak a listája, amelyik az útépítések, illetve igen, a szilárd útburkolat készítésének a sorrendjét szabályozza, ahol előbbre lehet ugorni akkor, hogyha az utcából vállalják az ott lakók, hogy részt vesznek ebben a beruházásban. Tehát itt a lakosságnak egyáltalán nincs szükség, hogyha ha nem akar, akkor nem kell részt vennie, ami nem jelenti azt, hogy nem fog akkor soha útépülni az utcájukban. Igazából az önkormányzat területén, tehát Pomázváros területén lévő utaknak az építése az önkormányzatnak a feladata. Erre a műszaki bizottságunk készítette egy anyagot, ahol összeszedték az összes utakat, különböző szorzókkal, különböző súlyozással sorba rakták ezeket az utakat, melyik a gyűjtőút, melyik a kiszolgálóút, melyik az elosztóút, melyik a mit tudom én milyen út.
nagyon sok szempontot figyelembe vettek, és ebből kialakult egy sorrend annak az útnak az elkészítésére. Annyi pénze nagy valószínűséggel nem lesz az önkormányzatnak, hogy az összes utat hip-hop megcsinálja, tehát kénytelenek voltunk egy sorrendiséget fölállítani. Ez a sorrendiség ez azt jelenti, hogy a költségvetésbe be tudunk tervezni útépítésre, most számokat, hasszámokat fog mondani természetesen, minden évben, mit tudom én, 50 millió forintot, akkor az 50 millió forintból lehet, hogy egy utat fogunk tudni megépíteni, lehet, hogy két utat fogunk megépíteni, ugye attól függ hány négyzetméter, de akkor így előre tudjuk prognosztizálni, hogy az elkövetkező 5 évben hány utca lesz megépítve. Na most az az ember, az a pomázi lakos, aki itt lakik, és azt mondja, hogy megnézi ezt a listát, és azt mondja, hogy az ő utcájára majd csak 87 év múlva fog sor kerülni, mert hogy annyira hátul van a listán, mert hogy olyan szerencsés, hogy egy lakó zsákutcába lakik, és ott nincs átmenő forgalom, tehát nincs olyan közérdek, ami miatt ott pluszpontot kapott volna, tehát nagyon hátra lett sorolva, és ha 87 év múlva lenne csak az ő útja megépítve, akkor adjuk meg a lehetőséget annak az embernek, hogy azt mondja, hogy ha a lakó közösség akarja, hogy abba az utcába aszfaltos út épüljön, és hozzá tud járulni, akkor előre tudja sorolni a képviselő testület, vagy a bizottság, hogyha ez oda lesz ledelegálva. És azt fogja mondani erre, hogy az útépítés költségének vállalom az 50%-át, akkor előre ugrik, mit tudom én mennyivel. Utána azt mondja, hogy akkor már csak 30 évet kell várni, tök jó. Hát akkor vállaljuk a 60%-át, és akkor már csak 10 évet kell várni. Hát akkor vállaljuk a 80%-át, és jövőre kezdődhet az építkezés. Vállalom a 100%-át, uram, kezdjen el építkezni. Tehát igazából erre szolgál a rendelet, hogy teremtsük meg ennek a jogszabályi alapjait. A tervezetet néhány módosítással, például az önkormányzat hozzájárulása 20-50%-ig terjedhet, illetve közműnek benne kell lennie az út alatt, vagy ha nincs út, 15 évig nem bontható meg. A testület elfogadta a rendeletet. Művészet és játék címmel nyílt kiállítás a Szentendrei Mank galériában. Jakab Borbála Róza, Kádár Emese és Szabó Kristóf, a Kristóf Lab kiállító művészei vezették körbe a látogatókat a művésztelep szomszédságában található Mank galériában, ahol saját műtárgyaik mellett a kiállításon szereplő alkotásokról osztottak meg izgalmas részleteket az érdeklődőkkel. Improvizációs tánc előadással, valamint a Művészet és Játék című kiállításon tartott tárlatvezetéssel várta a látogatókat július 26-án a Mank, a Szentendrei régi művésztelepen és a Mank galériában. Van egy nagyon fontos kapocs, ami összeköti a kortárs képzőművészetet, kortárs alkotóművészetet a kortárs tánc műfajával, a mozdulatművészettel, ez pedig annak vizualitása. Mind a kettő vizuális kódokkal dolgozik, és ha jól meggondoljuk, akkor egy-egy tánc performance az képek, képbeni műalkotások sorozatára is lebontható. Ez az a kapcsolat, ami itt megszületett már néhány kiállítás, néhány megnyitó, néhány performance során, és ezt szerettük volna egy komolyabb szintre emelni, és egy picit összekapcsolni kiállítást és mozdulatművészetet, megnézni, hogy ebből az összekapcsolásból, ebből a párbeszédből milyen élmény születik, mennyire mélyíti el egyik tapasztalat a másikat. A Mank most egy programsorozatot indított, Eleven Alkotások címmel, amellyel koncentráltan igyekszik erre a két műfajra és ennek a két műfajnak a kapcsolatára fölhívni a figyelmet. Gyakorlatilag az őszig bezárólag látjuk, hogy több programhoz, kiállításhoz, fesztivál megjelenéshez kapcsolódva tudunk rendezni ilyen koncentrált alkalmakat, vagyis olyan találkozási pontot, ahol képzőművészet és mozgás, képzőművészet és táncművészet az együtt tud megmutatkozni, egymásra hatva, egymásra felelve tud jelen lenni egy térben. A Művészet és Játék című kiállításon Jakab Borbála Róza,
Kádár Emese és Szabó Kristóf kiállító művészek vezették körbe a Mang Galéria látogatóit, ahol saját műtárgyaik mellett a kiállításon szereplő alkotásokról osztottak meg izgalmas részleteket az érdeklődőkkel. Kisgyermekként én 7 nagyszülőt ismerhettem, és amikor én erre rájöttem, hogy az én családom egyéni története által egy 20. század kollektív emlékezetét tudom kifejezni, akkor jöttek létre ezek a tárgyak, és a játékosság, a művészetnek ez a csodálatos, a szabad művészetnek ez a csodálatos lehetősége, hogy én ezekből a tárgyakból végül is a képzeletem elengedésével bármit létrehozhatok, és amikor nekem tudatosultak ezek a sötét dolgok, mint például, hogy az egyik nagyapám Levente volt, a másik nagyapám ifjú kommunista, majd később befolyásos ember, salgótarjáni sortüzekben mondjuk nem ellenállóként vett részt, hanem megtorlóként. És ezeknek a dolgoknak a feldolgozásakor egyszerűen lett egy olyan feszültség bennem, hogy szeretném kifejezni azt a fajta feszültséget, amit az jelent, hogy én ismerem a nagyapát, ismerem a másik nagyapát, ismerem a harmadik nagyapát, nagymamát, hogy ők milyen szerepet játszottak a 20. században, hogy ez egy milyen komoly dolog, egy tabukat döntögető feszültséghalmozás végül is, amit a maszkokkal létrehoztam, és próbáltam kifejezni, hogy olyan szavak, szimbólumok, tárgyak kerülnek össze, amik amúgy nem kerülhettek volna össze, mint például csempészáról szivar a 60-as évekből, amikor a nagyapám a másik belügyminiszter helyettes volt. Hát ez elég csúnya dolgokat váltott volna ki, hogyha ők élőben is találkoztak volna. A művészettel úgy kerültem kapcsolatba, hogy iparművész családban születtem, több grafikus is van a családban, és ez mondjuk engem sosem érdekelt, viszont a művészetek azok minden nagyon végül is örököltem az erre való hajlamot. És munkám során most jelenleg, mert többnyire konceptuális munkákkal foglalkozom, társadalmilag érzékeny, társadalmilag elkötelezett művésznek tartom magamat, az élet furcsaságaira szeretlek gyakrabban arra hívom fel a figyelmet, és most ezen belül az emlékezet tematika az, ami itt a kiállításon is megjelenik, ami egy önreflexió és saját családi helyzetemre reagálva az egyéni történéseket próbálom párhuzamba állítani a 20. század kollektív történéseivel. A pályázatról, mikor tudomást szereztél, akkor nem is volt kérdés, hogy indulsz rajta? Nem volt kérdés, mert ahogy elolvastam a leírást, a művészet és játék, és hogy ez hogy fonódik össze, hogy kapcsolódik egyből, mivel én is egy kicsit így álltam ezekhez a munkákhoz, hogy a szerepjáték és ezek megnyilvánosan vezettek arra, hogy ezeket a tárgyakat hozzam létre, a maszk, illetve a bábjáték. Szóval így végül is minden stimmelt, a véletlen hozta így. Az én munkámnak az alkotó folyamatában nyilván van valamennyi játékosság, de a játékhoz való viszonya egy sokkal inkább a témájában található meg a munkámnak, ami egyébként a Sok Szerencsét címet viseli, és ez a szerencse kultúrán, a szerencsejátékoknak a vizualitásán alapul, és ezt szerettem volna összehozni a spiritualitással, ami egyébként hát nem most, de hogy amikor az egész szerencse sorsjátékoknak a kultúrája elkezdődött, ez egyébként az ókorra vezethető vissza, akkor még nagyon sok köze volt a sorsjátékoknak a spiritualitáshoz. Sokkal inkább volt köze például Fortuna istenségéhez, vagy olyan elemek jelentek meg benne, amik kicsit babonásak is, babonásoknak is nevezhetnénk ma. Nagyon sok ember van, aki lekopog valamit, miután elmondja, és erről, de hogyha megkérdezzük őt, hogy ő babonás-e, akkor azt fogja mondani, de hogy vagyok babonás, hát most én nem hiszem el, hogy ebből lesz bármi, de hogy nem hiszem el, hogyha nem kopogom le, akkor rossz dolog fog történni, de mi van, hogyha mégis?
És ugyanez igaz a lottó szelvényeknek a feladására, hogyha valaki feladja ugyanazt a számot újra és újra, ez általában saját mágikus kis számsor, amiben szerepelnek a szeretteinek a születési dátumai, vagy bármi szerencseszámnak gondolt szám, ekkor azt érzi, hogy most, hogyha kihagyom azt, hogy feladjam a számaimat, mi van, hogyha akkor húzzák ki? Szóval nem gondol arra, hogy ebből biztos, hogy nyeremény lesz, nem gondol erre egy ilyen jövőbe vetett hitként, csupán egy lehetőségként, és egy mi van, ha mégis gesztusként tekint rá, ugyanúgy, ahogy a babonásnak már ma nem nevezett ember lekopogja azt, amit éppen lekopog. És egyébként az installációm az interaktív, szóval ez a félkarú rablónak a mintájára készült. Én festőművészként végeztem amúgy a Képzőművészeti Egyetemen, és festészettel is kezdtem, de ugye azt a munkáimból az látható, hogy én már nem ezzel foglalkozom. Úgy éreztem, hogy a festészetben azok a gondolatok, amiket át akartam vinni, nem teljesen jöttek volna úgy át, ahogy én akartam volna, és elkezdtem másfajta anyagokkal foglalkozni. Egyébként itt most a kiállításon ugye megjelenik a textil is, de ahogy látszik, elég sok mindent vegyítek, és általában a gondolat és a forma az egyszerre fejlődik a fejemben, szóval, hogy van egy érzet, amit ki akarok fejezni, most itt ez a szerencsejáték és a spiritualitásnak a kapcsolata, és ezek a forma és a gondolatok folyamatosan alakítják egymást. Például viaszt használtam ebben a munkámban, ami szintén egy tudatos döntés volt, meg amit a textil is egy tudatos döntés volt, és legtöbbször az is előfordul, hogy valamilyen technikát csak azért tanulok meg, mert úgy érzem, hogy illene egy gondolathoz, és egyébként a szövéssel is így kezdtem el foglalkozni. Tetszett egy gondolathoz ez a technika, és én önmagamat megtanítottam ezt megcsinálni. Igen. És egyébként úgy összességében mostanság a művészetemben az információ hiánnyal foglalkozom, azt, hogy az az emberi agyban mire képes, és így kapcsolódik ide sokszor a spiritualitás is, ami sokszor egy információ hiányból adódó reakció. Én amikor megláttam a pályázatnak a kiírását, akkor egyértelmű volt, hogy van ez a munkám, amit a játék témakörére részben csináltam, és egyértelmű volt, hogy ez nekem szól, ez a pályázat. Úgyhogy ilyen formán jelentkeztem. Egyszerűen adta magát, hogy a játék, ami ugye a szerencsejátéknak egy alapvető eleme, az kapcsolódik a művészet és a játék témaköréhez. Egy fontos része az alkotásainak általában az, hogy hassak valamilyen formán az emberekre, és azt nem gondolom, hogy azok a rétegek, amiket én belehelyezek a különböző anyagokkal a művészetemben, nem gondolom, hogy annak át kéne, hogy jön mindenkinek, és emiatt foglalkoztat az is, hogy esztétikailag legyen megkapó az az alkotás, ami bevonz elsőre, és az interaktivitás is egy ilyen eszköz, ami akár hatást gyakorolhat az emberekre, és hogyha más nem, azt érzik, hogy most ebben az esetben játszottak egy jót, vagy jaj, de aranyos ez a macska, mert ilyet is láttam. Szóval, hogy lehet, hogy csak valami esztétikailag fogja meg az embereket, de az egy olyan első lépés ahhoz, hogy közelítsenek a művészethez, és hogyha valaki nyitott rá, akkor a mélyebb rétegeit is felfedheti, és ez nekem így fontos, igen, hogy ne legyen feltétlen egy ilyen teljesen felfejthetetlen, vagy egy olyan forma, amihez nem lehet kapcsolódni. Ezen a sorozaton, ennek a címe az, hogy Wrong Data, mármint hibás adat, az volt az a szándékom, mindenki találkozott már meghibásodott JPG fájlokkal, vagy amikor a családi nyaraláson, vagy bármikor megsérült valamilyen képfájl, és ezáltal így eltorzult, így absztrahálódott a kép, ami jó esetben, hát visszahozható, vagy elvesznek az emlékek tulajdonképpen ezáltal, tehát egy negatív folyamat,
Én ezt alkalmazom ezeken a sorozatokon, amiknek az alapjait fotók jelentik, amiket digitálisan megáttorzítok és létrehozok belőlük egy kollást. Maga az a folyamat is egy olyan eszköz, ami igényel egy randomitást, egy játékos folyamatot, hogy ezt az elemet ide teszem, vagy azt az elemet oda teszem, és hozzánézem, hogy na vajon ez most esztétikailag milyen képet mutat. Tehát maga a készítési folyamat is egy olyan játékos metódus, ami kapcsolható ez az egész kiállításnak a koncepciójához. Ezekben van némi társadalomkritika is természetesen, városi képekkel, vagy pedig urbanisztikus környezetekkel foglalkozok többségében. Itt például mindenhol vagy lakóépületek, vagy irodaházak, vagy pedig gyárépületek találhatók, amiket kimozdítok ezáltal a hagyományos nézőpontból, és egy ilyen új lehetőséget mutatok meg ezáltal. Például mondjuk ennél a képnél, ahol a természet is megjelenik, egy olyan folyamatot mutathat meg, vagy olyabba mélyítheti el a nézőt, hogy esetlegesen az is megfordulhat a fejünkben, hogy nem biztos, hogy a épített környezetünk az a természetes. 2013-ban végeztem a Képzőművészeti Egyetemen képgrafika szakon, és 2016 óta használom a Kristóf Lap kifejezést, és akkor ezzel így le is írja azt, hogy igazából én képgrafikából érkeztem, de elég egy ilyen médiaművészeti irányba mozdultam el, és igazából azt mondanám, hogy a munkáim azok, a festészeti munkáim azok, mondjuk azt, hogy konceptualista, realista művek, mert mindegyik munkámnak nagyon erős jellege a konceptualitás és a gondolati háttér, és ehhez adódik az, hogy sok installációt is készítek, amiben különféle anyagokat használok, a tükörtől elkezdve a videomappingen át, a szemétből készült szobrokig, nagyon sok minden anyag vagy lehetőség így megfordulhat, tehát egy nagyon széles perspektívet ír le az a közeg vagy média eszköz, amikhez így hozzányúlok, még így a zenei kísérletezéssel is így foglalkozok. Tehát ezért találtam ki igazából ezt a Kristóf Lap kifejezést, ami által kicsit inkább egy ilyen brandszerűséget, vagy egy művészeti formát akarok így megjeleníteni, és egy kicsit így személyemtől egy kicsit így elvonatkoztatni, mert sokszor van például az, hogy mondjuk projektekben dolgozok másokkal, vagy együtt hozunk létre egy alkotást, és ezáltal egy olyan kifejezés, vagy kifejezésmód alakul ki, ami izgalmas. Például a helyspecifikus alkotások, vagy éppenséggel a happeningnek, a formáinak a kutatásai is még nagyon érdekel, vagy sokat dolgozok mondjuk kortárs táncosokkal és más művészeti ágaknak az egyeztetésével, így az az interdisziplinaritás az, ami még nagyon fontos számomra. Tehát egy ilyen jellegű közegben mozgok igazából, aminek egy kis szeletét lehetett látni itt a kiállításon. Hogyha egy olyan csapattal dolgozol, vagy olyan emberekkel, akik egy nyitottak és képesek így befogadni így a te vagy másoknak a gondolatait és minőségeit, ezáltal tudtok így egymáshoz érzékenyíteni, és létre tud belőle jönni egy olyan mű, ami valamilyen szinten egy egységes képet formál. Számomra a játék és a művészet fogalma az egy elválaszthatatlan fogalom. Én valamikor még ezt így megfogalmaztam magamban, hogy szerintem a művész az egy olyan jellegű ember, aki igazából nem akar felnőni, és bármi, és ameddig tud, addig játszani szeretne azokkal a lehetőségekkel, amik így elét árulnak. Az alkotásokat végignézve kiderül, sok igazságot hordoz a játszva könnyebb motto. Rávilágít, hogy a játékossággal az is megfogalmazható, ami a direktebb előadáshoz túl személyes vagy feldolgozatlan érzéseket érint, esetleg globális, világunk problémáihoz tartozik,
vagy akár kimondhatatlannak tűnik. Nagyon fontos célkitűzésünk az, hogy a legfiatalabb alkotói generációnak is lehetőséget tudjunk adni a megmutatkozásra, bemutatkozásra. Azt látjuk, hogy aki a művészeti pályát választja, az értelemszerűen találkozik azzal a problémával, szembesül azzal a problémával, hogy ez bizony egy nehézkes pálya, ez egy nehezen alakuló életút, de ebben az életútban és ebben a pályaívben is a legtörékenyebb és a legnehezebb pályaszakasz az minden esetben az indulás. Nehéz gyökeret verni, nehéz megtalálni a közönséget, nehéz megfelelő helyeken megmutatkozni, és ezen szeretne segíteni a MANK, ezért is indított el tulajdonképpen kiállítás sorozatot. Már a tavalyi évben is írt ki pályázati alapon szerveződő, kifejezetten fiatal művészekre koncentráló pályázatot, amelynek második állomása ez a hátunk mögött is látható Művészet és Játék című tárlat, tehát nem más a cél, mint hogy nívós, nagy múlttal rendelkező galériát bocsássunk a legfiatalabb generáció rendelkezésére, hogy itt, ebben a környezetben tudjon megmutatkozni, és ezzel tudjon gyarapodni az ő szakmai életútja és az életrajza. Nagyon sok pályázati anyag érkezett be, 140 fölötti számmal kellett szembesülniük a kurátoroknak. Ami a számnál beszédesebb, az a beérkező munkák minősége. Azok, akik ide pályáztak, azok mind fantasztikus alkotók voltak, izgalmas munkákkal, és nagyon-nagyon izgalmas elképzelésekkel. Tehát azt látjuk, hogy aktív a fiatal művésztársadalom is akarnak és tudnak is pályázni. Így tehát rajtunk van nagyon nagy felelősség, hogy mennyi lehetőséget tudunk nekik teremteni, és hogyan tudjuk minőségi kiállításokkal, jó programokkal, jó megjelenési lehetőségekkel segíteni az ő útjukat. Látogatókat hál' Istennek nem kell vadásznunk, mert azt tapasztaltuk, hogy mindenki nagyon kiéhezett a művészetre. Amikor megnyithattuk a kapuinkat, akkor már nagy számmal kezdtek el érkezni a látogatók, és ezt hál' Istennek töretlennek látjuk. A pandémia az mindannyiunkat nehéz helyzet elé állított. A legnehezebb az értelemszerűen az volt, hogy be kellett zárnunk a galériákat, ilyen módon csúsznak a kiállításaink, tehát azok, amik elmaradtak március, április és május hónap részében, azokat az év folyamán szeretnénk pótolni, ennek az egyeztetése, ez nyilván egy nagy kihívás. A művészek sokféleképpen reagáltak erre a helyzetre, mint ahogy mindannyian sokféleképpen reagáltunk. Azt látjuk, hogy nagyon izgalmas munkák is tudnak születni, nagyon izgalmas tapasztalatokat okozott, akár pozitív, akár negatív irányba. Ez a karantén időszak, a bezártság, az otthonlevés, ez mindenképpen egy elmélyültebb munkára is alkalmassá tette ezt az időszakot, úgyhogy alig várjuk, hogy azokat a munkákat is be tudjuk mutatni, amelyek ebből az időszakból, vagy ez alatt az időszak alatt keletkeztek. A tárlatvezetést követően a Villany Leo Improvizációs Táncszínház az Önmagunkkal Sakkozás Kockázata című előadását tekinthette meg a közönség a Szentendrei Régi Művésztelep kertjében. Minden második héten rock'n'roll partira várja a Budakalászi Faluház a műfaj kedvelőit. A zenét a Pedrofon Swing and Rock'n'roll Showband Magyarország egyik legfoglalkoztatottabb rock'n'roll zenekara szolgáltatja.
You don't know any dances that I knew, but no one else can love me like you do. Pedrophone Swing és Rock and Roll Show Band 2002-ben alakult magyar együttes. Fennállásuk kezdete óta közel 2000 koncertet tartottak, így Magyarország egyik legfoglalkoztatottabb rock and roll zenekara. A lendületes és életvidám előadásokat, a korhű öltözékek és hangszerek, a közönség bevonása, az előadásról előadásra változó vidám spontán show elemek jellemzik. Minden második héten tartanak zenés táncestet a Budakalászi Faluházban. Ez egy rendszeres sorozat, amit ott elkezdtünk csinálni az udvarba, a Pedrophone együttessel, aki 2 évvel ezelőtt kezdett itt nálunk játszani a Katalin bálon, de akkora nagy sikere, hogy ezt mind magunk nem hittük el, mint szervezők, és akkor gondoltuk rá, hogy ne csak a Katalin bálon a bál időszakban játszanak, hanem a nyári időszakban is ebben a gyönyörű szép kertben, Budakalászon a Művözöses kertjében, itt nagyon nagy lehetőségeink vannak. És ezt úgy használjuk most ki, hogy 2 hetenként kitaláltunk egy olyan programot, hogy Rock and Roll a kertben című műsor, ahol a Pedrophone együttes nagyon régi ismerősök, nagyon jó barátaink, és ők is elvállalták, és a nyár folyamán, augusztus végéig 2 hetes ritmusban itt vannak nálunk, és nagyon nagy sikerrel, és mi is boldog vagyunk, hogy ők elvállalták. A környékbeliek nagyon sokan jönnek ide, hát eltudhatom, hogy Szentendéről, Pomázról, Pilisvörösvárról, Vác, ma például foglaltak egy ilyen kisebb sátrat, érdiek, tehát innen mindenhonnan jönnek, mert azért hozzá kell tennem a Pedrophone együttesnek, már van egy kialakult rock'n'roll kedvelő köre, akik tulajdonképpen utaznak utánuk, akárhová mennének, hogyha a Himaláján játszanának, akkor oda is elmennének az emberek utánuk, és ennek mi nagyon örülünk. Elmagában bolyog a parton, bár itt a nyár és ő az alkor. Évek óta csak enyhő jár, ő azt kisulhat, senki sem vár. A Pedrophone-ra annyit tudok mesélni, hogy a maga a Pedro, akivel majd gondolom, majd ti is fogtok egy pár szót váltani. Ő nagyon régóta a zenél, egy nagyon jó szakszofonos, aki már régen a Madarak együttesnek a tagja is volt. Fenyő Miklós zenekarában játszott régebben, tehát nagyon tapasztalt, egy nagyon profi zenészekről beszélünk, és majd azt hiszem, hogy a nézők majd fogják hallani, amit nem csak mondom, hogy jók, hanem tényleg nagyon jók. Here's my story, sad but true. Ja, ja, ja. About a girl that I once knew. Ja, ja. She took my love, then ran around. Ja. Put every single guy in town. Hip, hip. Ho, 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 ho. Hip. Ho, 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 ho. Hip. Ho, 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 ho. Mi készíti az embert, hogy Pedrophone rajongó legyen? Ez valószínűleg ugyan az embereknél, ugye a Pedrophone az egy bizonyos zenét játszik, rock and rollt. Szerintem, aki be van állítva rock and rollra, az ugye ezeket a zenekarokat előszeretettel látogatja. Főleg az élő zenében vagyunk nagyon gatyául ellátva, inkább ugye csak a playbackek mennek meg, ugye a úgymond diszkek. Tehát én úgy gondolom, hogy amikor valaki rájön arra, hogy van egy zenekar, aki nagyon jó zenét játszik, ráadásul még humort is visz a zenéjébe, mert a Petinek azért vannak humoros beszólásai a zenébe, és eljön egy pár koncertre, akkor rá fog jönni arra, hogy ez nagyon jó, és érdemes visszajönni. Igazából itt az évek hosszú sor alatt kialakul egy olyan úgymond családi légkör, a úgymond szurkolók között, hogy megjövünk egy ilyen koncertre, vagy egy ilyen bulira, és nagyon sokan ismerjük egymást, köszönünk, oda megyünk, szervusztok, hogy vagytok. Tehát van egy bizonyos olyan kapcsolat, ami ha csak egy koncertre mész el, az nem alakul ki senkibe, vagy legalábbis nagyon kevés emberbe. Tehát itt van egy ilyen családi légkör, amikor megjövünk, köszön a zenekarnak, üdvözöl mindenkit, ő is, mi is, meg a többiekkel is, és szerintem ez vonzza az embereket pontosan azért, mert úgy érzi, hogy ha eljön egy ilyen buliba, akkor olyan, mintha a második családjához jönne el mondjuk arra a délutára vagy estére. És igazából őket, nem azt mondom, hogy a világ végére, de nagyon sok helyre szoktuk őket követni, mert ugye elég sok helyen lépnek föl, és van, hogy azért megyünk utánuk, volt, hogy Balaton, vagy bármilyen olyan környezet, ami vonzza az embereket, és szívesen jönnek tényleg az emberek. Én úgy gondolom, hogy a rock'n'roll zene az már hallgatás következtében is szerintem elindítja az embernek a vérkeringését. Nem gondolnám, hogy van olyan ember, aki eljön egy ilyen buliba,
úgy, hogy ott ül, és nem áll fel. Lehet, hogy vannak olyanok, akik mondjuk kevesebbet táncolnak, tehát ez most az én egyik barátom, akivel most itt vagyunk, ő is inkább kevesebbet táncol, és inkább hallgatja a Petiék zenéjét, de azért csak-csak-csak elindul benne a bugi a lábába, és én úgy gondolom, hogy akik egyébként szeretnek táncolni, azok erre a zenére biztos, hogy nem ülnek. Tehát őket hozza föl a színpadra, és megy, mert tehát ezt nem, én úgy gondolom, hogy ezt a fajta igazi rock and roll zenét, ami ez a fajta amerikai rock and roll zene, ezt nem lehet ülve hallgatni. Tehát lehet egy-két számot hallgatni, de utána fölállsz és mész vissza, amíg kipihented magad, és táncolsz, és ezzel szerintem itt mindenki így van. Figyelj, hogy is van az a séta? Négyet előre, négyet hátra, one, two, séta! Úgy indult a zenekar, hogy mi a Fidó bácsival, meg az Edinával már játszottunk több zenekarban régebben, és akkor kitaláltuk, hogy kéne valamit csinálni. Az Edinával swing zenekart akartunk, a Fidóval meg a vicces dalszövegeinkből akartunk egy jó kis vidám rock'n'roll bandát, és amikor a Cadillac zenekar feloszlott, akkor egy ilyen szikra jött, hogy miért is ne lehetne ez egy banda. Az első két évben a swing volt az erősebb vonulata, majd a közönségünk úgy döntött, hogy ők a rock'n'rollt, a hungáriás Elvis Presley-s stílus szeretik jobban. Megmaradt a swinges műsorunk is, de főleg vidám rock'n'rollokat játszunk. A 18 év alatt összesen 3 tagcsere volt, de a régi dobosunk visszajött az új dobosunk helyére, tehát ez már csak 2. A jelenlegi felállás Solymosi Róbert, aki visszajött, dobos. A Fidó bácsi Födő Sándor a gitárosunk, Porvai Gyuri atya, azért Gyuri atya, mert papnak készült, ő a basszusgitáros, én vagyok a szaxofonos, és akkor van az Edina az énekesnőnk, és az Erik a zongoristánk, akik most nincsenek itt, de ők is oszlopos tagjai a Pedrofon zenekarnak. 18 éve. I'm walking, yes indeed, and I'm talking about you and me, and I'm hoping that you come back to me, oh yeah. Ennek a műfajnak a közönsége, az körülbelül a közönségünk fele az ilyen 50-60 év körüli táncos, de kitűnő táncosok, viszont akik tánciskolába járnak, fiatalok, kollegisták, de még kis gyerekek is elkezdtek járni a bulinkra, ők is ugye nagyjából a felét teszik ki a közönségnek. Amikor meghozták azt a rendeletet, hogy nem lehet koncertet tartani, csak 100 fő alatti helyen, akkor még egyet tudtunk csinálni egy kis étteremben. Ha azt nem játszhatjuk el, akkor biztos megőrülünk, és hát akkor megálltunk. A teraszunkon adtunk egy koncertet egy házi kamera előtt, az nagyon jól sikerült, eljöttek hozzám más zenészek is, tehát közönség nélkül muzsikálgattunk, de itt a legnagyobb baj az volt, hogy a közönség előtt nem játszhattunk, és egy csütörtöki napon hozták a rendelkezést, hogy újra lehet koncertet adni, mi már szombaton felléptünk. Azóta 18 koncertet adtunk, most az összes lehetőséget kihasználjuk, sajnos nagy fesztiválra nem mehetünk, de mi kisebb klubokba, például itt a Műfáz udvarában játszunk, itt bőven elférünk, szépen 500-an nem lesznek, de ilyen 100-an szoktak jönni, és minden nap megyünk valahova, amíg szabad és lehet. Gyerünk, gyerünk! Indul a 6-hengeres ifa! 1, 2, 3, 4! A kalász is váboknak! NDK, teherautó gyerekek! Zwickauból! És akkor énekeljük azt, hogy húúúá! 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 Mit tartasz az együttes legnagyobb sikereinek? Hát az Ifa megy a hegyen című dalt, aminek pont ezen a héten lépte át a nézettség a 2,5 milliót, ennyi ember volt kíváncsi az én hülye dalszövegemre, és ilyenből még van néhány. A Wanderer-ből lett a Ronda vagy, amit a Tubus barátommal írtunk, a All Shook Up az a Hócsuka, nem beszélve Fidó bácsinak a Bonacera Signorinából írt Bálna-szerű Signorinájára, meg a George Michael Faith-re én írtam egy Gatya meg a féket, tehát ez egy ilyen teljes őrület, a dal az ugyanaz, mint az eredeti, és egy ilyen nagyon hülye
szöveg hozzá, amit a közönségünk nagyon értékel. Néha beöltözök Freddie Mercurynak, illetve ahhoz bevetkőzni kell egy trikó és egy bajusz, és megvan a Freddie, és akkor így például hétfőn volt, hogy 34 éve lépett fel a Queen Magyarországon, ennek emlékére feltámadt személyemben a Freddie Mercury, és ezt is nagyon szereti a közönség, de ez csak nagyon-nagyon ritkán fordul elő, hogy Queen dalt játszunk. És ha megy a hegyen, megy vele a hegy. Melyek voltak nektek a legnagyobb fellépések? Az egyik legnagyobb nézőszám a Népstadion, régi Népstadion utolsó koncertje. Ott a Bonnie M, a Bad Boys Blue, a Sissy Catch mellett a Dolly Roll-t kísértük. Hát ott nagyon sokan voltak, ott több tízezer ember volt. Nekem a személyes legnagyobb koncertem az a Dolly Roll-al és Wanda Jacksonnal egy 100 000-es közönség volt a Hősök terén 19 éves koromban. Hát ezt a Pedrafonnal még nem értük el, de nagy fesztiválokon mi már léptünk fel több ezer ember. Ott például tavaly a Városligeti Majálison biztos voltak 10 000-en. Mi kísértük hivatalosan a Dolly Roll-t, amikor ők már két tagúvá váltak csak, kellett egy zenekar, aki beáll mögéjük játszani, és én már eleve 92 óta a Dolly Roll-ba szakszofonoztam, és így egyértelmű volt, hogy a Pedrafon zenekar lesz, és 12 évig mi voltunk a Dolly Roll elő- és kísérő zenekarra. Tehát volt egy nagy buli a Dolly Roll-nak, akkor mi kiálltunk, mint előzenekar, és jött hozzánk a Dolly meg a Kékes Zoli, és megcsináltuk a nagy koncertet. Ugyanígy működtünk együtt Baby Gabival, kétszer Fenyő Miklossal, egyszer Komár Lászlóval, elég sok ilyen, tehát olyan külföldi világsztárral talán a Pedrafon nem lépett fel, de magyar sztárokkal elég sokkal léptünk fel. Takács Tamással például, vele nagyon szeretünk, pedig őt úgy ismerik, mint rock és blues énekes, és kitűnően énekel rock and roll, Takács Tamás. You're gonna be mounted by the hound dog, crying all the time. Az én kisfiam, aki most 16 éves és sajnos nem tudott ma eljönni, ő első osztályos volt, amikor elmentünk egy szilveszteri bulira. A Petiék ott léptek akkor föl, és az az érdekesség alakult ki, az én kisfiam már abban az időben is már nagyon szerette a rock and roll zenét, táncolt rá, meg minden, meg ő egyébként is egy olyan volt, aki nem félt semmitől, és oda ment mindenkihez, és mindent elintézett. Tehát ő neki ez nagyon jó volt, az egyik kis barátnőjével volt, és akkor ment a zenekar, táncolgattunk meg minden, és akkor valahogy szóba került az, hogy ez egyébként Pestlőrincen volt ez a szilveszteri buli, szóba került az, hogy a Peti annak idején Pestlőrincre járt iskolába. És akkor a kisfiammal elkezdtek beszélgetni, volt köztük egy kis korkülönbség, de mégis úgy elkezdtek dumálni, és kiderült, hogy egy iskolába járnak. És ott az volt az érdekes, hogy a fiammal én is egy iskolába jártam, tehát ő is abban az iskolában járt, ahol én, és kiderült, hogy ugye valahogy egykorúak vagyunk a Petivel, és kiderült, hogy mi osztálytársak voltunk másodikba egy fél évig. Csak utána a Peti átment egy másik suliba, és hát ugye nem maradt olyan mély nyom, de tudtuk egymásról, hogy ki az, és akkor így alakult az, hogy de jó, tényleg, és akkor emlékszel, hogy volt, mint ott, és onnantól kezdve elkezdtünk járni a buliaikra, mert ugye jó volt ez, most nem azért járunk a buliaira, mert általános iskolában együtt jártunk, de tulajdonképpen ez egy nagyon régi barátság, haverság, ami köztünk kialakult, és ugye ez folyamatosan meg is maradt azóta. Hát ez kérlek szépen 2010-ben volt, amikor én először voltam a Petinek a koncertjén. Ugye a Pedrafon buliba akkor szilvesztek, és onnantól kezdve tényleg, amit csak tudunk jönni, jó, hát inkább nyáron, meg ezekben az időkben, de azért télen is, hogyha úgy engedi a sors, hogy tudjunk jönni, azért a gyereknek suli, mert ő is állandóan jött velünk végig, tényleg itt nőtt föl velük tulajdonképpen, folyamatosan, hát ha nem is minden koncertre, de azért lehetőségünk szerint azért minél többre elmegyünk és látogatjuk őket, mert tényleg nagyon jó esték szoktak kialakulni. Kedves nézőink, Önök heti krónika című közéleti magazin műsorunkat látták. Nézzenek bennünket az ismétlések alkalmával is. Ne feledjék, minden pénteken 18:07 perckor heti krónika. Viszontlátásra!